A 25. alkalommal megrendezett újvidéki félmaraton versenyzői 11 órakor rajtoltak a Szabadságtérről. Az idei rendezvényen 25 országból több mint 1500 versenyző indult, közülük mintegy 180-an külföldről érkeztek. A félmaraton mellett a 10,5 kilométeres és a 6 kilométeres rekreatív szakasz is nagyszámú érdeklődőt vonzott. Az egyéni versenyszámon kívül stafétában is lehetett nevezni. A közép- és általános iskolások futóversenyét, valamint a babák mászóversenyét is megtartották a Szabadságtéren. A legtömegesebb mezőny a 6 kilométeres táv volt. Ez lesz az első versenyem az Arkruska Gorai Klubnak. Először veszem részt az újvidéki maratonon, 10,5 kilométert futok. Erre maratonra nem nagyon vagyok felkészülve az idő miatt, de mindent beleadok, és számomra ez egy nagyon szép érzés, és mindenkinek ajánlom, hogy kipróbálja. Tulajdonképpen itt most nem az idő volt a fontos, meg a versenyzés, hanem az, hogy újra belendüljek a versenyzésbe, a futásba. 21 kilométeren a szmederevói Miroslav Márkovics 1 óra 14 perc 50 másodperces eredménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára. A hölgyek közül a Partizán Atléta Klub versenyzője Natasa Csulafigy bizonyult a leggyorsabbnak. A 10,5 kilométeres távon a férfiaknál Gyuló Borben, a nőknél pedig Szénia Bubnyevit lett aranyérmes.